Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Rabbi Szabó György, a mazsok elnöke, büszke magyar-izraeli zsidó, működő nagypapa. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Napjainkban milyen érzés nagypapának lenni, milyen érzés vállalni a felelősséget most már nem csak a lányodért, a fiaidért, hanem meg az életért, hanem egy unokának a jövőjéért is. Kettő unokának a jövőjéért. Unokáidnak akartam mondani. Nem Sejit hiszem, Rabó. Hogy ez különbözik bármilyen időszámítástól, bármikor is nagyszülőnek lenni. A legjobb dolog, ami létezik, igazából egy kicsit új értelmet kap ilyenkor az ember az életben. Hát igen, de hála Istennek édesanyád még itt van közöttünk. És az ő aggodalma feléd mindig aggódott, érted? De amikor megszületett a lányod, akkor ő ráesett a fénysugár. Most viszont ugye a déd nagymama az unokáira figyel a legjobban. Nem, hát a déd nagymama éppen a déd unokáira figyel a legjobban, hiszen hogyha nem kap naponta átlagban 5-6 videót és fényképet, akkor nagyon rosszul érzi magát. Tehát igazából hatalmas erőt ad neki önmagában véve a dédunokák léte. És ez nagyon érdekes, mert tulajdonképpen az egész szervezet, aminek az elnöke vagy, az a párizsi békeszerződés alapján ugyan több évtized késéssel jött létre. Mennyire tudsz eleget tenni a párizsi békeszerződésben adott feladatoknak? Hát mindaz, ami a holokauszt túlélőkkel kapcsolatos a párizsi békeszerződés előírása szerint, úgy gondolom, hogy Magyarország az élen van a holokauszt túlélők ellátásában és az ő irányukban nyújtott segítségben. Természetesen ehhez kapcsolódnak ugye a Németországból érkező kárpótlások, tehát úgy gondolom, hogy ebben a tekintetben teljes mértékben eleget teszünk ennek az elvárásnak. Ugye nagyon érdekes kitétel van, ami ugye azt mondja, hogy a kulturális és vallási élet holokauszt előtti állapotra való fejlesztése. Hát ugye ez egy nehéz dolog, mert ugye 600 ezerrel kevesebben vagyunk. Illetve hát nem csak 600 ezerrel, hanem az ő meg nem született gyermekeivel és az ő meg nem született unokáikkal ugye sokkal kevesebben vagyunk, de úgy gondolom, hogy annak érdekében, hogy a hazai civil és főleg civil a mi tekintetünkben és vallási életnek a fejlesztése állandó és folyamatos, ugye a civil szervezetek működésének a támogatásával, a projektjeinek a fejlesztésével, stb. A civil, és előre mondom, hogy nem akarlak belekeverni a politikai életbe, de te egy politikus vagy, voltál helyhatósági képviselő, egy rabbi vagy, akinek véleménye vagy, egy zsidó vezető vagy. A magyar zsidó civilek életét, van a parlamentben egy párt, nevezük nevén a Mi Hazánk, aki nem igazán örül annak, hogy a civil szervezeteket egyáltalán támogatják. Hát legalább van egy közös pontunk, hogy ugye egyöntetően nem kedveljük egymást. Tehát ahogy mi nem kedveljük, ők nem kedvelnek minket, mi nem kevésbé nem kedveljük őket alapvetően. Nyilván ugye a civil szervezetek azért civil szervezetek, hiszen a lakosságnak ilyen vagy olyan igényeit elégíti ki, akár politikai, akár kulturális, akár más módon. Következésképpen ezek a szervezetek, ezeknek a szervezeteknek a szerepe a társadalomban pótolhatatlan. Ugye mivel ezek a szervezetek többségében nem piaci tevékenységet folytatnak, ezért valamilyen módon gondoskodni kell az ő létükről és az ő fennmaradásukról.
és ugye ebben próbál a mazsok aktív részt vállalni a zsidó civil szervezetek tekintetében. A múltkor már beszéltünk a parlamentben elhangzott zsidó járásról. Én nem tudom, hogy más vallásokban ez hogy van, de nálunk a bölcsrabbiknak a temetőbe meglátogatása, vagy millió micvát kell tennünk, ez is benne van. Akkor miért kifogásolják ezt? Ez is a fent nevezett pártól. Én úgy gondolom, hogy túl sok, tehát egy, a mi hazánk, mint párt, már azt se érdemelte meg, hogy egyáltalán a neve elhangozzék, ugye. Igen, de ott vannak a parlamentben, és lázítják az emberiséget ellenünk. Nyilván őket minden dolog zavarja, ami zsidó. Minden dolog zavarja őket, ami hozzánk köthető. Főleg akkor, amikor van egy olyan rendezvény Magyarországon, van egy olyan település Magyarországon, ahol nagyon erős lett az elmúlt 10 évben a zsidó kötődés alapvetően. De a II. Világháború előtt ugye, is az volt, azt csak ne, akkor megnyitották. Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy ugye az a terület, amiről, ahol Bodrogkeresztúr elhelyezkedik, ennek a területnek 30%-a vagy még annál is több ugye zsidó volt a II. Világháború előtt, és a zsidóság a holokauszt alatt megsemmisült, mert meggyilkolták őket. A Miskolctól Kisvárdáig lévő karéban, félkaréból kb. 300 000 ember ment Auschwitzba és gyilkolták meg őket. Ugye a Tokaj hegyei a kultúrájának elmaradt, mint ahogy Magyarországénak is, Tokaj hegyeinek, annál is inkább kultúrájának elmaradhatatlan része a zsidó kultúra. Tokaj hegyeja elképzelhetetlen lenne zsidó múlt nélkül és zsidó kultúra nélkül, hiszen azok, akik ennek az országrésznek a fejlesztéséért, ennek az országrésznek is a fejlesztéséért rengeteget tettek, az ottani helyi zsidóság volt. Ezt lehet tagadni, ezt lehet száfolni, de ez most láttam egy dokumentumfilmet egy zsidó családról, aki 127 féle szőlőnemesítést vitt ott végbe. Hogyne, de ugye azért mondom, hogy kár róluk beszélni, mert mindent, amit választ adunk, önigazolásnak tűnik. Tehát itt nem, mi nem kívánjuk magunkat önigazolni. Én nem önnekik akarok választ adni, hanem a nézőimnek, hogy tudják az igazat, mert okay. Nem biztos, hogy tehát mindenki tudja. Ahhoz, hogy a nézők tudják az igazat, és sajnos Tokaj hegyalján nem tudják az emberek, főleg a fiatalok. Nem ismerik a zsidó múltat, nem ismerik azt, hogy mi is történt ott a II. Világháború előtt. A fiatalok csodálkozva néznek az ember, amikor azt mondja, hogy te figyelj, hát ebben a faluban, vagy a te faludban itt több száz fő zsidóság élt annak idén, és kikerekedett szemekkel hallgatják az embert, amikor erről mesél. És a II. Világháború előtti, akkor még használt temetők ma még ott vannak részben. Hát részben egészében ott vannak, ami ugye a temetőknek a léte és a temetők fenntartása rettentő fontos és hatalmas szélmalomharcot vívunk. Többek között megpróbáljuk egyenlőre sikertelenül ugye a temetőtörvénynek a módosítását annak érdekében, hogy ezek a temetők jogállása szilárd és biztos legyen, és ezek a temetők ne tudjanak ilyen vagy olyan okból megszűnni, illetve ne tudják őket ilyen vagy olyan okból megszüntetni. Annyi időnk van még hátra, hogy megkérdezem, hogy mi lesz a heti szakasz, és hány órakor hallhatják a tanításodat, és melyik zsinagógában most pénteken? Ugye Parashat Behar, ami ugye egy viszonylag rövid, de nagyon érdekes heti szakasz, ami ugye a Snat Smitáról, a 7. évről, és Snat Jovérről, ugye az 50. évről szól, nagyon érdekes törvényekkel és nagyon érdekes szokásokkal. Ugye szokásos helyen, Vasvárifár utcai zsinagógában 6:30 kezdődik a tanítás. Shabbat Shalom, és ebben a témában pénteken 13:30 a Halljad Izrael adását is meghallhatják, nem most pénteken, hanem jövő pénteken. Gyurival legközelebb, jövő héten ugyanilyenkor találkozunk. Köszönöm, hogy itt volt. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, mindenkinek.